Na, húha. Kaptok 30 másodpercet, hogy megállapítsátok, hogy a fehér kockába... Melyik való? Az alsó közül melyik való? Az első, ő már csinálta két, neki fórja van. Látok tőle? Sajnos én látok. Egyszer nem lesz mire fogni. Ugyan már a hasrőtve is lehet? Kreativitás? Persze. Rán, ja, nagyon ez könnyű. Na, te egyet, nagyon a hetes. Egyszerű. Igen, te is mondjál egyen. Még vagyunk 30 másodpercben? De nem egy jó megoldás van az a helyzet. Szerintem. Tényleg nem. Most ez nem igaz. Ne idegesíts. Ez... Mi azt, tehát na, azt a helyes megoldást a kell mondani, jó. Amire mi gondoltunk. Ja, az a 8-as. Kenta úr. Amire ők gondoltak, az a 8-as, Kenta. Nem mondok számot, megmondom őszintén, mert szerintem is kettő van. Na melyik kettő? Annyira hasonlítunk, nem? Nem, majd de értékeljük majd a gondolkodásmódot, tehát azt is elmondhatjátok. A királyi töbösben. Szerintem egyébként a 7-es szintén. Az passzol az baj, kevésbé. Megmagyarázom, hogy felszabadálni, ugye? Képileg. Én elmondom, hogy szerintem miért a piros. Hogy ez most hogy? Mert én azt érzem, hogy ez bal föntről jön jobbra lefelé. Nem magyaráznám a bizonyítványomat. Tényleg! Nem vicc! Egyáltalán nem csináltam, így ne tessék rögtön. Tehát ott egy piros, és az a kereszt, az tele van. Ez a kettő, ez így ki van fordítva, tehát erre felé jön le. Jó, mondom, eddig, kedves nézőink. És akkor itt van egy... Négyes. A négyes is, de az egy nagyon pinf megoldás a négyes. Nagyon intelligens, négyes, sajnos. Nagyon intelligens, mert ki tudja dumálni magát, nem? Jó, hát próbálkozom. Igen. Bonyolultabb és? A gondoltok. Na, olyan érdekes volt, nekem az ez fel jobban tetszik. Fogyóra van csinálva. Jó, persze, biztos meg lehet dumálni mindent. Most én a sajátomat próbálom, hogy ezzel a pirossal, ezzel lezáródik ez a nyíl, ami bal fölülről jobb alulra húzódik le. Mindenik sor fentről lefele közlekedik, sajnos most vettem. Na, Bibi, hogy látom ezt? Abszolút. Tehát az a jó, hogy... Bibi, mi a megoldás? A négyes. Nem, én négyes. Na, figyeljetek! Tehát a megoldás a négyes, de nekem azt tetszik, hogy a művészeknek valahogy itt a szimetria, meg a színeloszlás, meg az egyensúly... Mondom őszintén, én vízszintesen olvasok, és azért tévedtem el. Sokkal profánabb a megoldás. Ezeket a sorokat vízszintesen kell nézni. Tehát első sor, második sor, harmadik sor. És mindig balról elveszünk egy feketét, meg jobb elveszünk. Ez azt te nem illeszkedsz bele ezekbe a földhöz kötött, földhöz ragadt kategóriákba, tehát a művészi szárnyalást láttad ebbe bele. Ettől függetlenül a pszichológusnak csak a négyes jó. Akartok egy egyszerűbbel is próbálkozni? Igen, az tényleg. Akkor nézzük meg. Ez még jobb. Na, képregény, ez kell nekünk. Igen. Most már csak vízszintesen olvasom. Na? Jó. Igen. Beugratós. Szerinted milyen nemű? Nőci lesz, ott tudjuk. Nőci lesz. Na látod? Jó, most már jó nyomó halad. Pedig van ott lenne egy maci a hál, aki nekem nagyon szimpatikus. Mindenkinek azt tetszik. Én a maci. Jövök föl, mint a talajvíz. Na? Nő lesz, tuti nő lesz. Ugye? Hogy? Na, de melyik a nő? Itt az az igazság, hogy három különböző arc, ugye? Ha jól látom, itt nem az a lényeg, hogy igen. Vagy férfi, hanem igen. Az, hogy milyen az arc kifejezésük. Tényleg az, hogy hány dioptriás kell a Kenta úrnak, az befolyásolja a tesztet? Na, Kenta úr? C. Mert megmondtam, hogy nőci. Hát megint nem talált. Én azért vagyok ilyen okos, mert tudtam a megfejtést. Tudtad előre. F. Igen! Mondom. Jól van, 10 000 forintos kis. És miért? Még ennyi volt, tehát egy-egy. Más már nem, tehát nagyon jó. De azért felhívom a jelenlevő figyelmét, tudom, hogy mi beszélgetünk, de azért, szóval van egy bajuszos nő is a megoldások között. És egy maci. Szóval azért az elrejtett ilyen kis... A nős pirítsa a macit. Ha, most tudjátok, hogy miért az a megoldás? Mondd el, Bibi. Azért, mert hogy minden sorban van egy fiatal férfi, egy öreg férfi és egy nő. Tehát az ez utolsó sorban a nő hiányzik, ezt nagyon jól csináltátok. Na most, hogyha a nőket megnézitek, akkor úgy változik, hogy három göndör haja van, két göndör haja van, és akkor olyat kell kezdeni, hogy egy göndör haja van. Hát nem feltétlenül. Aztán, hogy a hány ruhapántja van, meg hány nyaklánca van. De most már így már tudni fogjátok legközelebb, mert egyébként erre adok lehetőséget, most akkor itt megragadom. Tehát, hogy még lehet, mert még lehet gyakorolni. Lehet az, hogy csak bizonyos szint fölött közöljék az eredményt? Majd hogy ezt csak te tudod meg, nem kell tőle aggódni. Kaptunk egy olyan papírt, az van ráírva, de nem tudom, a tietekre gondolom, a ti nevetek. Igen, az enyém van odaérve. Nekem az van, mert baromi ilyen intelligens vagyok. Azt mondja, hogy kedves András, sok szeretettel meghívunk egy ingyenes tesztírásra.
Nem fogok elmenni.